nekem nem kell foglalkoznom a születésnapommal, nem kell foglalkozni karácsonnyal. Úgyhogy elképzelhető, hogy december volt, egy kis karácsonyfát fogunk venni, de még az is én megértem egy olyan karácsonynál. És most talán durva, amit mondok, talán legboldogabb akkor voltam, amikor egyedül voltam, és nem volt se karácsonyfa, semmi. Olyan volt, mint egy egyszerű hétköznap, senki nem bántotta a másikat, úgyhogy nagyon jó volt. Durva sokaknak, de a lényeg az, hogy az ember jól érzem magát. Őszinte, és hogy jól érzem. Én nagyon jól éreztem magam. Képzelj, egy ilyen ember összejön valakikkel, társasággal, és bántja a társaságot az ő őszinteségével, azért mert rideg, azért mert ő nem szereti a karácsony. Mindegy, hogy miért. És mindenki ölelkezik, mindenki szereti a másikat, és én mindenkinek ezzel szívességet teszek, én eltűnök a térképről. Nagyon sokan gondolkodnak így. Na hát, akkor azok a haverok így láthatlanban, akik ugyanezt csinálják. És akkor szilveszter van, nagy dir-dur mindenütt a világon, amit megnéz az ember kívülről. Maga pálmafa alatt, fókuszdiókat eszegetik. Így van. Most már lehetséges, hogy nem mondom, vagy München, vagy pálmafa. Ez majd eldől később, de abban is van valami szép. Abszolút. Vagy szilvesztert és karácsonyt a tengerparton töltő szemben. Mi az, amit nem kérdeztem, de kedve volna még elmondani? Beszéljünk a nőkről. Igen? Meséljen. Jó téma. Nem, én meséljek? Hát kérdezem. De milyen érdekesek a nők? Én azt tudom, de igen. Olvastam a könyvében, ami az első oldalon a királyfinak milyen feladata volt. Az Arthur király. Igen, van. Igen. És hogy tulajdonképpen a nők mit is akarnak. Nagyon érdekes így. Ha az ember 24 éves házasságot hagy maga mögött, és úgy megismeri tulajdonképpen, hogy a nőt soha nem lehet kiismerni. Azért talán engem világosítson föl. Hát, mondjuk ez már nem az interjúhoz tartozik, de aznak a történetnek az az alapja, hogy a Sir Gavin ezt a hölgyet ronda volt, kiállhatatlan, és mindenki undorodott tőle, és nem tisztelte ő, akkor is lovagias volt vele, tisztelte és udvarias volt vele. Igen. Tehát ugyanez a Mayfair-i, hogy mikor a Pigmalion ilyen pimasz vele meg, rángatja ide-oda, ott van a pikeringezredes, aki mikor még egy kis virágáros lány, akkor is olyan kedvesen, tisztelettel bánik vele. Hogy tehát a nők mindig elvárják minden szituációban, hogy a férfiak udvariasak legyenek, és fölnézenek rá, bárhogy néz ki, bármit csinál, mindent elnézenek. Ez egy lovagi történet volt ott az elején. De valahol ez kölcsönösen így lenne jó, nem? Nem? Érdekes, igen, ilyen, én alapvetően én igazat adok a nőknek, de amikor nap mint nap, hogy a közlekedésben, nem tudom, hogy a fiúk, akik itt a környéken vannak most, hogy igazat adnak-e nekem. De maga mögött a Szabolcs már majd kiesett a kamera mellett. Ne, most a közlekedés, maradjunk, az autóba ülnek a nők, és én abszolút udvarias ember vagyok, különösen nőkkel kapcsolatban. Mindenkit beengedek, jobbról, balról, ha jön, még bólintok is, és elvárom, hogy nevesen, ez lenne az életnek még a lényege. Még nevesen, kapcsolgjön. Nem, mosolyogjon rád, köszönöm, vagy valami, de én ugyanazt meg tudom, annak jön egy fáradt, hogy meg tudom tenni. Például azt, hogy nap mint nap, minden házban, 20 emberre találkozom, mindenkinek tudok köszönni. És nem esik nekem nehezemre. Hát miért nem tud ő is köszönni, senki nem köszön. Vagy ugyanaz, amit akartam mondani a nőkkel kapcsolatban, hát gondolod, hogy egy nő téged ugyanúgy beenged. Abszolút elvárja, hogy te beengeded, és olyan nyaktartás, ami a nőknek ilyen szituációban van, amikor téged be kell, hogy engedjen, hát ez abszolút tényleg én nem tudnám utánozni, hogy olyan mereven tudnak maguk elé nézni. Én olyan kedvesen beengedek, hogy miért nem találkoztunk út közben. Akárhány nővel találkoztunk, nagyon... Te bunkók a nők. Több, nem bunkók, ez van durva kifejezés. Magukra gondolnak. Magukra gondolnak. Nők elvárják, az előbbi témára visszatérjük. Nők elvárják, hogy a férfi udvarias virággal jöjjön, mindent elnézzen, felejtsen. Nem azt várja, hogy hülye legyen az a férfi, hanem az a lovagias. A kettő nem ugyanaz. Hát a férfiak is elvárnak igazuk a nőktől. Igazuk van. Elvárnak, mit? Hogy, például az, hogy figyelmes legyen. Teljes joggal. Köszönjön ő is. Ha már abszolút más nem, akkor visszaköszönjön. De teljesen igaza van. Engem nagyon zavar például a házban, ahol most lakom, idősebb hölgyek. Sok kis hülyeség, ami mindennapos életet kitölti, hogy én
nagyon fontosnak tartom a mindennapos életben, hogy te üdvözöljed az ismerősödet, akivel találkozol, a házban, ahol te laksz. Még ha ismeretlen is, én ráköszönök, jó napot kívánok. És ott a házban, ahol mi lakunk, idős hölgyek, köszönök, és úgy elmegy mellettem, mintha téla lennél. És vele lakom együtt. Akkor kérdezem, az az ember, aki teljesen idegen nekem, annak minek köszönjek? Annak sem, meg ennek sem kell. És ez a mindennapos élet így megy, most már én is odaig vagyok, és abszolút hülyének tartom a szituációt, hogy már én se köszönök. Már idős hölgyeknek, és ennek kicsit cikki nekem is, idős hölgynek nem köszönök, akinek köszönni kellene, azért, mert tudom, hogy úgyse fog köszönni, engem nem tart élőlénynek. Nem, lehet, hogy annyi fájdalom, annyi sérelem, annyi bántás érte, ezt nem lehet tudni, hogy megfásult, bezárult. És ezt különösen ők teszik? Hát igen, egy csomó nő, hogyha általánosít, hozzá van szokva, hogy lelassít egy kicsit, akkor kippattan egy pali és jó fejbe vágja a kocsiba. Történt igen, már ilyen, egy nálunk egy színésznővel meg kellett operáltatni az órát, mert úgy behúzott neki egy muki. Lefékezett, odaszaladt, puff, behúzott egyet. Eltört az orra. Na mondjuk ez a furcsa. Ez a durvább. De tényleg kérdezem, mert én ezt reggelig elhallgatnám magát, hogy itt az interjúban, hogy van-e valami... Nem, semmi különösebb. Kedve, vagy úgy érzed, hogy megbeszéltünk mindent, ami... Hát most nem, mert kérdezem, hogyha valami van, ha nem gondolja, hogy ez így megfelel, akkor én boldog vagyok. Én mindig boldog vagyok. Én mindent megkérdezem, azt hiszem most, mert ez egy 25 perces műsor, és a bőség zavarába se szeretnék kerülni, tehát, mert annyira jókat mondani, hogy én úgy értem, hogy minden benne van. Semmi olyan, nekem nem volt semmi. Ez az én tapasztalatom régről, ahol párszor voltam a Képesnél és annak idején. Ott nem sokat beszélt, azt megnéztem, illetve elolvastam azt az anyagot. Nem tudom, azt akartam ezzel mondani, nem is emlékszem annyira rá, ott hárman voltunk, a Kokó volt ott, a színész, az alig mondott egy pár mondatot, semmit nem tudtam lopni belőle. Nem, az nem igaz, hát eléggé személyeskedtünk, belementünk mélyen a privát dolgokba, az anyámról. Igen, azt mindig mondta, hogy a mamámról nem beszélek. Meg a gyerekeimről is szó volt, hogy miért nem beszélek a gyerekekkel, de nagyon érdekes az, hogy mindig amikor egy kicsit fölkészültem, például amikor akart gyárfásnál, többször voltam benne, és mindig amikor rákészültem, na ezt elmondom, most megmondom, hogy megfogalmaztam magamba, olyan szépen hangzott, amit bennem voltam, és amikor odaértem, nem tudtam elmondani. És akkor olyan mérges voltam utána, hogy na, pont azt, amit akartam, azt nem tudtam elmondani. És most ez hova tartozik a mai? Nem, és az most direkt úgy csináltam ma is, hogy mindent kitöröltem magamba, és mondom, semmit nem teszek a fejembe, hogy amit kérdezni vagy mondani akarok, mert tudja, hogy nem fog sikerülni. Tehát az a legjobb, mindig akkor sikerültek a legjobb interjúk, amikor spontán beleestem oda úgy, ahogy egy kicsit fáradtan, és marha jól sikerültek akkor, hogy spontán mindent ugye elmondtam, amit kérdezett. Azért nekem nincs mit mondjak, hogyha esetleg valami kérdése van, valami hülyeséget mondjak még akkor, kérdezem. Igen, valami szívhez szól, hogy jövök. Megbocsátok, jövök, Fradi. Nem, nincs ilyen. Vigyázz, Fradi, jövök. Ez egy más világ. Itt nem. Ezt már annyiszor mondtam, a Fradi fél dolgot. Megfogalmaztam, mondtam, üzentem, nyilasival, nyilasi nélkül, és hát nagyon szomorú a hal nem harapott. Nagyon szomorú ez a könyv. A könyv? Igen? Hű, de szomorú lettem utána. Nem. Igen? Igen, amit leír ez az egész történet. Hát persze ez mindenre vonatkozik. Nekem elég sok ellenséget szereztem vele különben. Azzal. Nekem is köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nekünk is képileg tartalma, hogy ez a kedvencünk. Komolyan? Én mondtam. Amikor... Igen. Még szeretnék, Júli, fölvenni, amiket mutattál.